Elsőnek Szabó Gergő, a KST Szekszárd ügyvezető elnöke szállt le a buszról. A polgármesteri fogadás sem maradt el a sportcsarnok előtti szabad térben. Ács Rezső Szekszárd első embere köszöntötte a szekszárdi sportéletben, labdajátékban minden idők legnagyobb sikerét produkáló, az Európa Kupa 4-es döntőjébe jutott csapatot. Én mikor kezdtem 5 éve ezelőtt Szekszárdon dolgozni, mint vezetőedző, azt mondtam, hogy nekem ez lenne kívánságom, mert kérdeztek újságíró, mi lenne cél. Én mondtam, ez a cél, hogy Szekszárd legyen híres, nem csak, hogy legyen szőlő és borvárosa, hanem kosárlabdavárosa is. És most azt tudom mondani, nem csak Magyarországon, hanem Európában híresek vagyunk, mint kosárlabdavárosa, mert hogy láttam, Final Four-ban lesz egy francia csapat, egy olasz csapat, egy spanyol csapat, és lesz magyar csapat is. De van a Bonner leigazolásával, nagyon nagy fegyvertényt hajtottunk végre, úgy gondolom, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a szponzorainknak, és itt elsősorban Tarjánosra gondolok, aki az első pillanattól kezdve mellénk állt, amikor ez a projekt szóba került. Ugye egy különleges lehetőségünk volt, hiszen Erika McCall-nak a féltestvére, és így aztán viszonylag könnyebben hozzá tudtunk jutni erre a rövid időszakra, ugye elsősorban az Európa Kupa küzdelmeire jött, és hát igazolva is, hát nagyon hamar beépült a csapatba. Úgy gondolom, hogy a franciák ellen talán egy picit a többiek is tőle várták a megváltást, és egy kicsit egyénibre sikeredett a játék azon a találkozón, és a vezetőedző is viszonylag szűk rotációval dolgozott. Ez egyébként igaz mind a két mérkőzésre. A Final Four-ba jutáshoz már nem lett volna elég Bonner ponterőssége, és a másik két amerikai segítsége, az extra légiósokat is felvonultató török Elazi ellen. A második mérkőzésre a török Elazik ellen már igazi csapatként működtünk együtt, és sokan felnőttek, de van a Bonner mellé, gondolok itt a palánkok alatt Szálsa Gorira, Erika McCallra, illetve Studer Ágira nagyon, aki ugye átvette teljesen a vezér szerepét, illetve megosztva de van a Bonnerrel vitték a hátukon a csapatot. Ugye Ágica ezen a mérkőzésen 16/12 dobott 4-3 pontost is, és kiosztott 5 gólpaszt is, úgyhogy igazi vezérré vált, illetve a hamar beütött faultjai során, amikor Teodorán Alexandra csapatkapitány volt a pályán, ő is remekül védekezett, kikapcsolva a szlovén válogatott klasszis Nika Baricsot, az is egy nagyon fontos dolog volt, illetve Ali is nagyon jókor sűjesztett el egy 3 pontost, és beérett az a munka, amit vele is egyénileg végez a szakmai stáb, hogy egyre többet játszik irányító posztot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy óriási siker, de nem ragadnék le konkrétan ennél a szezonnál, hanem azt gondolom, hogy azt az 5 éves munkát adott igazolni, amit mind a pályán belül szakmailag a KSC-ben dolgozó szakmai fiziós irodista stáb is végez, illetve azt, amit Gergővel válvetve és az elnökség tagjaival megtettünk az elmúlt 5 évben, hogy hittünk a csodában, hittünk abba, hogy egy klubot nagyon jól fel lehet építeni egy ilyen pici városban, egy pici megyeszékhelyen, mint Szekszárd. A KSC emlékezhet arra, és ebből építkezhet, hogy az Európa Kupa menetelése során a spanyol élcsapat Gironát és a lengyel Bydgoszt is legyőzte már, közel állt ahhoz, hogy a nagyszerű spanyol csapatot, a Gironát idegenben is megverje. Ez a mai keret, ez a csapat, még ha a helyzet más is, miért lenne ezek után esélytelen az Európa Kupa döntőjébe jutásra?